Na hát ide is értem a fogászatra, még egy picit kell várnom. Képzeljétek, nem volt ekkora a forgalom. Ami szerintem köszönhető annak, hogy tegnap ünnep volt, és rengetegen otthon maradtak. Nem mentek dolgozni, vagy a főbérlőm sem ment dolgozni. Úgyhogy hamarabb itt voltam. Na baj, kivárok egy 10 perc, aztán akkor... Ja, bemegyek, sőt nem is kell 10 percet se várnom, mert most van 28. 45-re van időpontom, hát... De olyan 38 körül megyek be, és akkor ott fönt szerintem nem is kell várnom. Halljátok? Miért nem jelentkeztem be fogászat után? Azért, amint látjátok, apa pont most parkol be elém, mert ő is végzett, és elindult haza, meg én is, és egymással beszéltünk, úgyhogy ez miatt be se jelentkeztem, hogy végeztem, és két fogamat is betömte a fogtündérnéni. Úgyhogy legközelebb fél év múlva megyek, és megígértem neki, hogy tényleg megyek fél év múlva. Beszélgettünk még egy picit, hogy ugye csiphiány van a kártyáknál, és a levéllel nem nagyon tudnak majd mit kezdeni, vagy nem tudja, hogy hogy lesz, mert nem hosszabbították meg a kártyákat. Jó. Szúri, meg minden nélkül. Múltkor is kérdezte, hogy megszúrja, nem mondtam, nem muszáj. Most is kérdezte, megszúrja, mondom, nem muszáj. És most kettőt is betömött. Tök jó, és akkor fél év múlva megyek. Na jó, van, kiszállok, apát nem váratom meg. Összeszedem a motyómat. Végeztem, az ő fogairól meg majd folytatjuk. Beindul a buli. Na, úgyhogy ennyi. Egyébként éppen, hogy 6-ra jönnek az első. Belebazd meg aztán? Nem baj. Hatra jönnek az első érdeklődők, aztán hétre a második, ahogy mondtam. Aztán mindjárt mesélek nektek, csak szusszanok egyet. Iszok egyet, mert az szabad, hát enni azt nem. Mondtam is, hogy látszik, nem is fogok enni. Nagyon sokszor nem vacsorázok. Szóval nézett rám szegényke, hogy miért. Mindjárt megszületik a bébi. Szóval mondta, hogy hát, ha ezen múlna. Hát, ja. Na mindegy. És akkor mesélek nektek a fogakról. Na, leültem ide stílusosan. Itt nagyon szeretek videózni, mert hiába van ellenfény, de mégis úgy kényelmesnek, meg komfortosnak érzem. No, gyorsan mesélek, aztán megyek, mert hát jönnek, nyilván nem fogok kitücsörögni. Fogak. Tudjátok, hogy nem volt tervben, meséltem erről a dologról, hogy támpénz kéne, meg ezt kéne, meg azt kéne. Ugye az összes fog apának egy kezelt fog volt. Ami már csak arra váratott, hogy ki legyen műtve, ami benne van, és utána lehetett volna készíteni a fogat. Na. Itt elől ugye ezek építettek voltak, ezek koronák neki végig, és hát újabban elég jól ránk járt a rúd, összefújta a szemetet a szél, elég sok töréskár ért minket. Az első törés az volt, hogy apának a felépített első foga eltört. Felépített van meg, a mellette lévő. A mellette lévő tört el, az tört. Jó, igen, mert tudtam, hogy ott kettő normális fog van. Na, oké. Ez volt az első töréskér. Az, amit tudsz tenni, elment a fogorvoshoz, hogy vissza lehet építgetni, vagy valami. Hát nem. Ki kell húzni. Ugye ma ment apa délelőtt, hogy kihúzzák, nem lehet kihúzni. Most biztos néztek, ki lehet húzni? Nem lehet kihúzni, ki kell műteni konkrétan most már azt is. Beszakadt az életbe. És akkor most az van, hogy apa... Úgyhogy addig, amíg el nem készül, engem csak így fogtok látni. Maszkba fog lájkolni. Tudjátok, ha ez nem történik meg, akkor még évekig nem megy. Ezt mondtam is neki. Azt mondta, nagyon kedves vagyok, hogy mennyire mellette állok. Mert, hogy konkrétan azt mondtam, hogy azért kellett ennyire elhúzni. Anno, amikor az összes meg lett csinálva, rendben volt téve, már csak műtét kellett volna, kettő műtét, 10 nap táppénzzel, és ennyi. Jött a korona, mi húztuk, csűrtük, csavartuk, jaj a cég, elmondtam ezeket már. Itt van mi. Nem kellett volna ennyit várni. Na mindegy, hát most az ki lesz húzva, ott lesz egy. Most nem egy szünet lesz, hanem kettő. És az a nagy helyzet, hogy mellette a felépített az le lesz csiszolva, a koronák le lesznek szedve a rágófogakról, és átmenetileg apa kap egy protkót,
amíg leveszik a mintát ugye a rendes fogról majd, hogy milyen legyen az elkészült rögzített fogpótlás, és ennyi. Nem tudom, lehet, hogy ez már akár szeptemberre végbe is mehet, mert most a műtét az július 25-én lesz, én viszem, majd apát és Dorinát is viszem a profilaxisra. Három napra azt mondta a doktornő, hogy ki fogja őt írni táppénzre, ha tetszik neki, ha nem. Hát jó, de 25 amúgy is, mindegy. Az itt van nem sokára. A nyári szünet ugye, aztán a következőt azt meg kell beszélni, hogy mikor lesz megint a következő műtét, és 6 hetet kell gyógyulnia a szájnak, mire majd meg tudja kapni a betehetőt, aztán mire majd megkaphatja a véglegest. Mind a kettőért nyilván fizetni kell, az átmenetiért is, hogy ne legyen fog nélkül, meg majd ugye azért meg aztán pláne fizetni kell. Nem is keveset szerintem, annó ilyen 2-3 ezer eurót mondott. Ja, úgyhogy ez van. Töréskár, 2. Pucolta apa tegnap előtt Dorinának a tartalékszemüvegét, hozzáteszem, ugye már mikor eltört a másik, láttátok, még bohóckodtunk is vele, valamelyik vlogban benne volt, majd szerintem beteszem ennek a videónak a végére. Az egy 2 éves szemüveg volt, az eltört, és elővettük a tartalékszemüveget, amit tavaly készítettünk. Meddig bírta a tartalékszemüveg? Akkortól a videótól mostanáig. Tegnap előttig, pár nappal előttig. Apa pucolta volna meg Dorkának a szemüvegét, és leesett a szára. Oké, most visszaragasztottuk pillanatragasztóval, meg amúgy már voltunk szemésznél, ezt is láttátok, meghalt a szemorvosunk. Nyár van, megint mi van? Mint 2 évvel ezelőtt, az van. Minden orvos nyaral, 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 nem találtok gyerekorvos 14 éves kor alatt, nem nézi meg optikus a szemét. Találjatok így orvosna. Tök jó. És akkor odamész a praxisba, és közli az asszisztens, hogy sajnos igen, hát meghalt. Hát kösz. És akkor most mi van? Hát van még egy másik praxis, de hát mindenkit odaadnak át, hát oda már nem lehet menni. Ez van most. És ez a tartalékszemüveg nem volt túl tartós. Oké, vissza fogunk vele menni az optikába. És ha bár az előzővel nem foglalkoztam, én nagy hülye marha, holott kellett volna, mert hogy 3 év garancia volt rá, megtaláltam, ezt most úgy mondom, mintha akkor a kupterájban lennének a papírjaink, elővettem ma a papírját. Úgyhogy valószínűleg erre a tartalék vizére is van garancia, és ez a szemüveg ez most 1 éves. Mondom, hozzáteszem, nem volt 1 évet használva tartalékszemüveg, talán 1 hónapot, másfelet, nem tudom mikor volt ez a videó, hogy eltört a másik. Úgyhogy most elég sok törés kell, ért? Viszont szép a fogam. Eddig is szép volt. Nem volt baj, csak tényleg olyan lukak voltak rajta, amit én nem is láttam. Vagyis de az egyiket azt tudtam, hogy ott van, de a másikat nem. Úgyhogy most 1/2 év után visszamegyek, és megígértem neki, ígérem, hogy most vissza fogok menni, betartom az ígéretemet, nem úgy, mint eddig, hogy nem. Hát ennyi, megint 5 perc semmiről. Úgyhogy folytatjuk egy következő vlogban akkor, hogy megint kik voltak, kik nézték meg a lakást, meg hogy mit csinálunk. Ja, és a főnöke olyan tündérbogár volt apánknak, na neki holnapra mi a menü? Azt mondta a főnököm, hogy majd te megmondod. Mondom, akkor nem dolgozol. Na. Úgyhogy innen is köszönjük a főnökének, bár nem hiszem, hogy nézi a videóinkat, mert hát mit értene belőle? Semmit. De ez most nagyon jól esett, mert múlt héten is szabad volt a szombat, és most is gondolom, hogy majd legközelebb megy 2-3-at megint egy húzamba, pont akkor, amikor költözünk. De mindegy, megoldunk, mindent megoldunk. Dahinter, ich weiß gar nicht, Viktor, nutzt ihr da hinten die Abstellfläche, oder habt ihr da was drin? Da ist ja noch... Ja, so ein Trempel halt, ne? Warte mal. Ja? Nee, lass mal. Mach schon, alles gut? Okay. Ja, die kleine. Wir nutzen nicht. Ja, ein Stückchen, was wir da noch nutzen können. Okay. No, hát felvettem egy pici részletet, letettem ide a telefonba, jöttek, meg kinyitották itt ezt a kis ajtót. Két srác. Értsétek úgy, 2 srác. Egy kabrióval jöttek. 2 jó barát. 2 jó barát. Aranyosak voltak, mosolyogtak itt ránk, mint a tejbetök. Cukik voltak. Szerintem ők nyugodt lakók lennének. Azért remélem, hogy ők ide költöznek. Dorin azt mondja, hogy reméli, hogy ide költöznek. Kedvesek voltak. Jobban járunk velük, mint a 3 gyerekes török család, nem is viccen. Hát igen, tehát van eddig egy 3 gyerekes török család. A zenész, akit ide. A zenész az nem jön, azt tuti. Azt nem, a hegedű művész. Nem mondtam, hogy engem. Gitáros lenne, akkor meg talán. Gitáros, ugye?
De én mondtam, hogy engem ez nem zavar. Apa azt mondta, hogy őt zavarja. Én mondtam, hogy engem nem. Na mindegy. És akkor most van két jó barát, és akkor még 7 órára még jön egy turnus. Mi? Még jönnek ma. Mások is. Azok gyerekesek? Ahonnan tudjam, nem tudjuk. Nem tudjuk. De ez szerintem... Ez a két srác, ez szerintem nyugodt lakó lenne. Kicsi autójuk van, könnyen elfér, hogy a kis kabrió. Kabrió Renault. Szimpatikusnak is tűnnek. Szimpatikusak voltak egyébként, aranyosak voltak, ja. Úgyhogy ennyi. Na, még jövünk vissza. Na, hát megvolt a második turnus is, túl vagyunk rajta. Két fiatal srác, meg egy csajszi. De itt a lakáson belül beszélték meg a dolgaikat, és igazából mindent is hallottunk. Ők ukránok. És ők már kint vannak itt 2 éve, viszont a család szeretne hozzájuk csatlakozni. Értsétek úgy, hogy úgy család, hogy nem kisebb gyerekeik maradtak otthon a két srácnak, tehát, na értitek, két srác meg egy csaj, hanem szülők maradtak otthon, és kis testvér még. Ha jól értettem egyébként, a két srác, mint a testvér lett volna valami, és itt magyaráztak, hogy férfővel hallottam. Igen, annak a barát... És az egyik őjüknek a barátnője igen, az volt itt. És jönnének a szülők. És jönnének a szülők, meg egy kisfiú még maradt otthon, azt mondta, hogy egy kis brúder még otthon van. Az apukája is beteg, és az anyukája is beteg, ha jól vettem ki a szavaiból. Viszont az apukája az tud dolgozni, ezt is, ha jól értettem. Valami tájt szállítok nyom, de amúgy meg végegeredet kapnak. Igen, nem füleltem annyira nagyon, csak úgy behallatszott az előszobában, mert pont itt beszélték a dolgokat. Hát igen, most ez a... rossz helyzet, ami ott van, ugye nagyon sokan elmenekülnek. Most pont azt mondtam apának, hogy nekünk nagyon szimpatikus volt a két jó barát, törökökkel se volt semmi baj, akik itt voltak, ugye nekik lenne 3 gyerek, egy 11 éves fiú, egy 14 éves fiú, meg egy baba, az nem tudjuk, hogy milyen nemű. Viszont a két jó barát is nagyon aranyos volt, de valamiért mégis azt érzem, hogy nekik fogja kiadni a lakást. Mert, hát, hogy mondjam, mélyen vallásos a főbérlőnk, és ő nagyon szeret ilyen jó dolgok mellé állni. És annó nekünk is, ugye, amikor apa eljött megnézni a lakást, és mondta, hogy a család otthon van, és hozna 2 kislányt, meg mit tudom én. Hát hasonló volt igazán. Hasonló volt a szitu, igen. Ugyanúgy te is elmondtad, hogy hol dolgozol, mennyit keresel. Hallottam, hogy ők is mondták, hogy... már itt vannak ezóta, ennyit keresnek, mit tudom én. Hasonló volt a szitu. Én azt mondom nektek, és majd meglátjuk, hogy igazam lesz-e, de apának már mondtam, hogy szerintem nekik fogja kiadni. Ja. Dorina drukkol a két jó barátnak, neki eddig ők voltak a legszimpatikusabbak. Na, úgy tényleg aranyosak voltak. Én meg azt mondom, hogy talán... Na, igen? Engem mutogat. Na, oldalról beszélj, és akkor nem látszik jó, a hiány. Így. Fasza. Olyan, mint a telefonálni. Na mindegy. Nekem a törökök annyira nem hiányoznak. Nem azért, mert bajom van velük, mert egyébként vannak török kollégáim is. Aranyosa. Tudom azt, hogy náluk azért nagyobb a szociális élet, mint amit mi szeretünk. Tehát azért mondjuk ezt mindenki tudja róla. Vannak nagy összejárások. Hangosak, harsányak. És ja, az lehet, hogy zavaró lenne, de hát nem lesz beleszólásunk. Ők jönnek igazából. Mindegy. Vége az interjúnak. Ja. Szóval, ja, ők harsányak, tehát akkor biztos, hogy itt lenne hangos élet a házba. De nem, mert eleve hangosan beszélnek. Mondjuk, mondom én, aki állandóan ordibál, én a süket. Apánk állandóan rám szól, hogy ne beszélj, mert hangosan nem blogolsz. De nem, tehát értitek, hogy mire gondolunk, tehát azért lenne átjárás. Végülis nekem aztán tök mindegy. Én a zenészekre is azt mondtam, felőlem, nekem tényleg édes mindegy, hogy kijön ide. Nekem semmi bajom se a törökkel, se a hegedűművésszel, se a jó barátokkal, se ugye ővelük, ukránokkal, semmi. A horvátokban egy kicsit csalódtam egyébként, a csaj az nem is horvát, hanem szerb. Szerb. A csaj. Vagy bosnyák. Vagy bosnyák. Nem ő a horvát, hanem a férje. Nem, a lopótök, ne. Ma amúgy találkoztam vele a mosókonyhába. Hozta a kulcsát, ment be? Igen. Szarásig volt rakva a gépe, bement a mosókonyhájába, valamit ott mahinált, aztán oda ment a mosógéphez, ami egyébként lejárt, és elindított rajta még egy mosást. Néztem is, hogy mi van.
biztos, ami biztos, legyen tiszta. Köszönt, aztán ennyi. Szemtől szembe egyébként olyan marha szótlan. Egyszer beszélgettem, vagy kétszer talán vele, de azt nem gondoltam, hogy lopikálni fogja a mosószeremet. Hát miatt az erőm a tárolat, azóta gondolom, odafigyel arra, hogy ő is mindig levigye a kulcsot. Ja, de szoktak a saját kézt. Jó. Na mindegy, hát ez van. A mosógépére mérgesebb vagyok, hogy állandóan neki megy az enyémnek és cseszteti. De ezt már mondtam. Na mindegy. Úgyhogy mindegy, hogy kijön ide. Nekem aztán tényleg édes mindegy. Úgyis a főbérlő dönti el. De valamiért én tényleg azt gondolom, hogy ő annyira emberséges, hogy ő figyelembe veszi ezeket a dolgokat, hogy valakinek jót is tegyen vele. És hát ugye a törökök már itt laknak egy jó ideje Németországban, tehát rajtuk olyan nagy jót nem tesz, a jó barátokon szintén nem tesz, viszont hogyha őket engedi ide, ahogy minket is annó, hogy így tudott a család egyesülni, meg ugye ő is nagyon jól tudja, hogy sajnálatosan milyen állapotok vannak most Ukrajnában. Így azt gondolom, hogy ja, tehát mondjuk az is számít, hogy nyilván, hogy tudják majd fizetni a lakást, tehát hogy tényleg így, hogy van beteg is a családban, hát, de mondjuk a fiatalok dolgoznak, szóval nem tudom, majd úgyis beszámolunk nektek róla, és mondta is neki apa, hogy jöjjön már vissza, ha már végig vezette a tárlatot, aztán ilyen lehet állandóan azt mondani, ez itt a fürdőszoba, ez itt a konyha, ja, amúgy megkérdezték ők, most az ukránok, hogy a beépített konyha marad-e? Egyen, meg olyan aranyosak, hát tudnák, hogy ez a beépített konyha egy 30 éves őskövület, amit úgy tákoltunk Szilviával, meg széles ragasztóval össze, amit a bontás nem majd fogtok látni, meg aki látta a beépítést, az látta, hogy igazi magyar kundéc munka volt. Szó szerint, egy magyar kundéc munka volt. Normális ember ilyet nem csinál. Csak azok, akik mi vagyunk. Na mindegy, úgyhogy azt mondta a főbérlő, hogy nem marad a konyha, de egyébként tényleg nem hagynám itt, tehát nekem sincs másik konyhám, én is ezt hiszem tovább, sőt, ehhez vettünk kiegészítő felső szekrényt, hogy legyen elég hely. Jó. Aztán mit akartam még? Még valamit akartam mondani konyhával. Jó, hogy visszajön, mert hogy eszembe jutott két nagyon fontos dolog, mivel csak 30-án ad kulcsot. Akkor mellettem, amíg én fekstek, ott lent ő szereli majd a falat, meg ott van az a 3 méter szekrény, amit ki kell bontani. Vagyis, na értetek, szét kell szedni, hogy el tudjuk vinni a hálóba, de jó lenne addigra azt az egy falat már lefesteni, ahova berakjuk, ne kelljen már húzogatni 3 méter szekrényt. Plusz, én marha, amikor ott voltunk, elfelejtettem a két oldalán megnézni, hogy azok amúgy polcos szekrények-e, vagy akasztós, nem mintha számítana, így is úgy is megvettem volna, ne értsétek félre, ha akasztós, akkor is megvettem volna, mert kellett a normál méretű, jó minőségű szekrény, és ez egy jó minőségű szekrény. De lehet, hogy két oldalt nekik akasztós, középen tudom, hogy az, és hogy nézzem, vagy mondja már meg aztán, hogyha akasztós, akkor mérjem el meg, hogy holnap tudjunk venni polcokat, vagy ugye, hogyha átkerül a hálunk majd, akkor egyből lehessen bepolcozni, és akkor újra vasalom a ruhákat normálisan, amiket most amúgy elég sok ruhánk lett időközben, mama is rengeteget vett, meg mink is. Hú, de parasztos volt mink is, de amúgy aranyos is, mink is. És akkor legalább meg tudnánk venni a polcot is. Na, hát ez ilyen csupa duma vlog, tehát tudom, hogy nagyon várjátok azokat a vlogokat, ami takarítós. Most ígyetek el, hogy lesznek takarítós videók, a takarítós videók szerelmeseinek, de itt fenn már nagy dolgokat nem tudok mutatni, majd akkor indul be tényleg az élet, amikor már szedjük szét a dolgokat, és ilyen pici miszlicsári dolgok, mint a könyvespolc lepakolás, vagy kint, hogy kirámoltam már ugye a pult alól, ezeket nem akartam nektek felvenni, mert nem volt benne semmi látvány, a látvány majd később jön, fogtok ti még jókat szórakozni, mert tudom, hogy szoktatok is, de most jelenleg ez nincs, ugye a főzést meg abba hagytuk. Úgyhogy most ilyen duma hátán van. Hát ennyi. Néztek még a Japan Mystery Boxra? Darina most került vele elő. Pedig pont ma vettük egy hete. 10-én voltunk ott, ma van 17-e. Erre kíváncsi vagyok, hogy miért szelboncsom. Azt mondja a Darina, mit mondtál rá? Olyan, mint a rongyos kutya. Ez valami szőlős cucc lesz, várja, milyen? Gumicukor. Fú, várja, ez ilyen taknyósnak érzem. Nem, ugye, meg van itt egy mocsi, ez milyen ízű? Igen, hát várja, azt most nem tudom megállítani. A magyaros mocsi. Az. Az nem lett, nem tudom. Meg kíváncsi vagyok, hogy ez meg egy ital. Ez volt 10 euró. Hát mondjuk, abból indulunk ki, hogy 4 euró, meg 5 euró egy ilyet, ott hagytunk 100, nem tudom.
sok eurót a két boltban. Büdös? Szimatod meg. Várjál. Ez úgy néz ki, mint egy virsli. Na, lesz a diéta. Várjál, ez ilyen kocsonyás? Vagy tényleg úgy néz ki, mint egy kutya. Az illata tök jó. Szőlő illata van. Hát mert szőlős. Finom. Az üze finom. Szőlő íze van. A másik oldalát harab meg. Na? Új, remélem nem csöpög. Finom, olyan, mint a szőlő. Igazából nem is rossz. Csak hát műanyag szőlő. Gondolom cukorra tele van, mint a rossz. Az utolsó undorító. Mi van? Hány grammos ez a pici zacskó? Nem tudom, de az utolsó undorító. 12-szer? Hát ebben is 12 darab. Hol van ebben 12 darab, Zolina? Három virsli volt benne. Hát ez sokat csak ütöttél. Hát, ezt nem most fogjuk megenni. Ez nem 18 darab vagy 12, az van ráírva. Három. Föl kellene caprizni, és hogy lenne 12x 58 gram. Ez ugyan nem. Most csak így a sötétbe jövök nektek, már le vagyok fürödve, meg minden. Ja, még akartam mesélni. Ja. Úgyhogy van még a kekszemből, nagyon beosztom, mert nagyon finom, úgyhogy kettő zacskóval ettem, abból a nagy zacskó le van belül kicsi zacskózva. A pudingom kettő licsis fogyott eddig el, meg a nagy kókuszos, és még van pudingom is, úgyhogy tök jól állok. Apa még egy sört se bontott fel. Na, a főbérlő visszajött, ahogy elmentek a vendégek, tárlatvezetés, ahogy megtörtént, és mondtuk neki, vagyis hát apa mondta neki, én apának mondtam, hogy ugye engem az érdekel, hogy a szekrény, amit ingyen kaptunk tőlük, az a három ajtós, ami középen üveges, két szélén teli, hogy ezt én el is felejtettem megnézni, mert nem érdekelt, tényleg nem érdekelt, hogy akasztós vagy polcos, mert úgy voltam vele, hogy a milyen kis akasztós volt, ezt vettünk bele polcokat, de hogy ezt jól lenne tudnom, mert akkor holnap mondjuk elmegyek a tomba és hozok polcokat, bár még tudom, hogy még van a költözésig, hát egy hét, két hét, hát ez már nem sok, na mindegy. És hogy polcos-e vagy se. Aztán mondta neki a főbérlő, hogy akkor menjenek le, aztán nézze meg Viktor, hogy polcos-e vagy nem, vagy izé. Polcos. Kétszer három darab polc van a két oldalába, és alul ilyen komód jelleg van benne, ami fiókos, úgyhogy ez külön jó, és azt mondta, hogy még valahol van még két polc, tehát négy-négy polc, az pont jó. És középen akasztós. A másik... Mi volt a másik? A festésről beszélgettek, a falberakás, hát... Felmerült, hogy lehet, hogy csak másodikán tud kulcsot adni. Nem is tudom, hogy ki írta nekem. Ki írta, hogy lehet, hogy mégis jobban járunk, ha itt fönn mindent összepakolunk, és egyből mindent leviszünk, és kerülgetjük, és úgy festünk. Hát, most már elgondolkodtunk rajta. Hát a másodikán kapunk kulcsot, a büdös életben nem végzünk. Akkor állunk neki kenecelni, vagyis én, na, csak ugye egységben vagyunk, tehát egy család, azért beszélek több a számba, de én. És neki állok másodikán kenecelni, a büdös életben nem végzünk. Elmegy vele a második, a harmadik, a negyedike, akkor még utána itt fönt, mire mindent lehordunk, akkor még lent, mire mindent berögzítünk. Tudom, hogy nem tatár, meg nem kell gyorsan, de na, nyilván nem akar az ember hetekig kuplerájba lenni, se fönt, se lent, se sehol. Akkor inkább beöblesztek mindent oda a francba, aztán haladunk, vagy haladunk, és akkor mégis én napközben, ha már lent van az összes bútor, akkor ide-oda tudom tiligálni, na, értitek. A jelöltek pedig meg lettek kérdezve, a törökök neve egyáltalán, vagyis hát a törökök fel sem merültek, az ukránok merültek fel, hogy ők nagyon szimpatikusak, és a főbérlő hajlandó nekik segíteni. Mit mondtam? Így legyen ötösöm a lottón. Egyébként egyszer majdnem volt hatosom. Egy számom múlott, és pont az utolsó kihúzott szám nem stimmelt. Azért nem agyonvág a miénkű 25 millió. Hát mondjuk, hogyha... Igen. Nem 25 millió, mert lehet, hogy akkor aki elvitte az 50 milliót, akkor lehet, hogy nem is feleztünk volna, mert lehet, hogy akkor meg ő nem húz valamilyen számot. Szóval ja, 50 millió volt a tét. Na, ezt egyszer beraktam nektek képként valami régi videóba, hogy majdnem ötösünk lett, hatosunk lett, hatos lottó volt. Na, mindegy is. Szóval
Ja, de aztán hát ugye apával azt beszélgette a főbérlő, hogy ez a baj, nem EU-s ország, és bármikor bármi történhet, hogy nekik el kell hagyniuk Németországot sajnos, és ez milyen rossz lehet, hogy onnan jönnének a szülők, Istenem, ide hozzájuk már. És nem olyan egyszerű, nem jutnak csak úgy ide ki, mert nem EU-s ország, nem EU-sok, Istenem, nagyon sajnálom őket. Ja. A fiúk, azok pedig az egyik az ilyen kertészeti vállalkozása van, úgyhogy állítólag a kertben még profitálnak is belőle. Na mindegy, nem tudom, hogy hogy fog dönteni. Majd meglátjuk. Azt hiszem, hogy ennyit akartam mondani. Igazából ennyi történt. Horgolgatok tovább, bár most már azért kezd egy kicsit szürkülni, így fél tíznél. Lehet, hogy kapcsolok egy villanyt, aztán ennyi.